Magyarországon jelenleg légzőszervi betegség járvány tapasztalható, aminek túlnyomó részét, nagyjából háromnegyedét továbbra is a koronavírus okozza. De jelen van az influenza és az RSV is, tehát nem csak a koronavírus okozza a megbetegedéseket. Nagy számban jelentkeznek felső légúti panaszokkal, ami nátha, orfolyás, torokfájás, rekedtség, köhögés, végtagfájdalmak, ízületi fájdalmak, fejfájás, magas láz, ezek mind-mind általában vírus fertőzések következtében jelentkeznek. És hát ugye itt vagyunk bajban, hogy mikor kérdezik, hogy ez mégis akkor milyen vírus lehet, nem könnyű elkülöníteni ezeket a betegségeket. Azért az influenzára, ami még most talán kevesebb van, van már influenzás beteg, de még ez a kevesebb. Általában magas láz, fejfájás, hidegrázás, végtagfájdalmak jellemzőek, még úgy a nátha az legkevésbé, kis torokkaparás az előfordulhat, de ezzel talán el lehet különíteni a többi betegségtől. A COVID most már nem annyira jellemző, hogy szaglásvesztéssel jár, de ha azért szaglásvesztés, akkor nagy valószínűség szerint koronavírus fertőzésről van szó, de sajnos itt is a lázköhögés végtagfájdalom előfordulhat. És hát a harmadik vírus, az RSV, ez egy nagyon szép latin elnevezés, a respiratory szinciciális vírusnak nevezik ezt a kórokozót, ami a légutakat támadja meg elsősorban. Ezen általában úgy 2 éves korig átesnek a betegek, kis betegek, a kis gyerekek, de hát sajnos felnőttek is elkaphatják, és inkább a tüdőt támadja meg. Tehát ha gyerekeknél azért nehéz légzésről vesznek tudomást a környezetében, esetleg kevesebb folyadékot fogyaszt, elesettebb állapotú, akkor mindenképp érdemes orvoshoz fordulni, mert ez lenne a következő, amit szeretnék elmondani, hogy nem minden esetben érdemes azonnal orvoshoz fordulni, inkább jobb, hogyha otthon pihen marad az ember, csak ha ezek a komolyabb tünetek jelentkeznek, akkor érdemes, mert még netán, míg az orvoshoz utazik mondjuk tömegközlekedési eszközön, vagy a váróban esetleg többen tartózkodnak, akkor még elkaphat egy újabb betegséget. Az Egészségügyi Világszervezet a három vírus együttesét tridémiának nevezte el. Egy televíziónk által megkérdezett háziorvos szerint rémisztően hangzik a trimédia kifejezés, azonban pánikra semmi ok, még akkor sem, ha egyszerre fertőződnénk meg mindhárom vírussal. Hát ez, amiről a szakemberek most beszélnek, hogy van esély rá, hogy ebben a téli időszakban akár 2 vagy akár mind a 3 vírusbetegséget megkaphatja valaki, és nyilvánvaló, hogy jóval súlyosabb következményekre számíthatunk, mintha csak az egyiket kapja el, és hát arra hívnám fel a figyelmet, hogy erre az RSV fertőzésre inkább a kisgyermekek hajlamosak, az influenza és a koronavírus fertőzés esetében pedig a 60 éven felüliek, és akik hát különböző immunológiai betegségekben, immunhiányos állapotban szenvednek, nekik mindenképpen ajánlott a koronavírus elleni 4. oltás felvétele, ha még nem kapták meg a sorozatot, illetve az influenza védőoltás az még mindig rendelkezésünkre áll. A maradék 1/4-ért különböző nátha vírus, valamint az influenza felel, nagyjából fele-fele arányban. Bár a légzőszervi betegek száma folyamatosan nő, azonban egyelőre nem beszélhetünk influenza járványról. Tehát járvány nincs, de ezekben a napokban több, a légúti panaszokat okozó vírusos megbetegedés van jelen. Időnként iskolai osztályok, óvodai csoportok kiürülnek ezek miatt, a légúti betegségek miatt nagy számban. Nálam elsősorban azért a fiatal középkorú
betegek jelentkeznek, akik hát nagy valószínűség szerint utazás munka közben fertőződnek és kapják el a betegséget. Mindenképpen azt javasoljuk, hogyha valaki észleli ezeket a tüneteket, maradjon otthon, ne terjessze a betegséget, illetve a szájmaszkot mindenképpen érdemes használni. Ajánlatos lenne mindenkinek maszkot hordani, ha tömegközlekedési járműre ül, vagy a bevásárlóközpontba megy. A maszk abban segít, hogy ne terjedjen át egyik emberről a másikra a különböző vírusok.